egészséges étkezés, mit ne vigyünk túlzásba, ne akarunk tisztára kihagyni mindenféléket az életünkből, és hogy egyáltalán ez az étkezés, ez milyen szerepet tölt be az embernek a hétköznapi életébe, és mi minden tud egy-két olyan dolgot tenni érte, amitől a saját életét a saját kezébe tudja venni, és a saját életét tudja vele irányítani. Az étkezés az nem több. Vicces egyébként, nagyon-nagyon különlegesen működünk. Azt hiszem, hogy tulajdonképpen élvezeti szerepet tölt be az ember életében elsősorban, mert a mindenféle ilyen-olyan-amolyan egészséges életmódot, hogyha elkezdjük pontszolgatni, hogy ezt igen, ezt ne, a hülyeség kategóriája azért nagyon fontos dolog, hogy nyilvánvalóan nagyon egészségtelen, amikor 3-4-5 adag ételt megeszünk. A múltkor a vízipolósokat láttam valamilyen vacsoracsatába, és amikor azt mondja, hogy megevett 3 tányér karimájáig tele levest, és utána még 2-t a második fogásba, és megevett 5 darab süteményt, és utána ájultal elterült. Én tudom, hogy ezek nagy darab srácok, de ezt mondjuk erre nincs szükség senkinek. Az, hogy meg akarunk kóstolni valamit, és szép, és gusztusos, és megfőzik, és ezt csinálnak, azt csinálnak vele, ez lehet élvezet, kárt annyira nem okoznak vele, hogyha az észszerű határok között csinálja valaki. Meglepő módon én rettenetesen elképedtem tőle, hogy igazából nem nagyon van szükségünk ilyen étkezésre. Tehát, hogyha valaki úgy nem enne, hogy közben egyfolytában ott lenne a félelem mellett, hogy Úristen, most aztán biztos el fogom fogyasztani magamat és meghalok, akkor egész biztosan ez be is következne. De igazából ez a végtelen variáció, hogy mi élünk, és a millió-millió recept és a millió könyv, ami erről szól, ez azért nem egészen pontosan úgy működik, mint ahogy a szervezetünk, és a legabszurdabb dolgokhoz is hozzá tud idomulni a szervezetünk. Volt ugye arról rengeteg újságcikk, hogy ilyen fényevők, hogy csak a fényből táplálkoztak és töltöttek föl energiával. Apuka, anyuka és a kisgyerek, a feleség belehalt, a gyereket alig tudták megmenteni, a pasast kórházba vitték. De ott semmiféle ilyen szellemi feltöltődés nem volt mögötte, tehát a teljes hülyeségű, ezt hallotta valahol, eldöntött, hogy nem eszik, és akkor lazán éhen halt. Vannak olyanok, egy fiatal házaspárról olvastam az interneten, akik már 15 éve nem esznek, és mellette voltak, hosszú hónapokon keresztül felvételt készítettek róla, és állandóan dokumentálta valaki, hogy tényleg ugye nehogy titokba kimegy, és aztán közben meg a média felé ezt vállalja. De azt elmondták, hogy mi minden fantasztikusan nagy lelki gyakorlat és konkrét fizikai feltöltődése van szüksége neki ahhoz, amivel ő feltöltődik fizikálisan a lelke, a teste, a fénnyel. Ezt se próbálják ki. Viszont egy nagyon furcsa dolog, az éppen a mi családunkban van egy apróság. Az egyik unokám Olaszországban például a világon semmi más nem eszik, csak tésztát, jó, hogy szerencsére olasz, egy ilyen kis kanálnyi valami szósz van rajta, a gyümölcsök közül kizárólag a banánt, csokoládé és abszolút egészségtelen csokoládés pasztát reggelire, egy szeretet vagy kettőt, és nem is tudom, hogy van-e benne még valami. Tehát ezt a két-háromféle dolgot, ugye ez egy semmiféle zöldséget, semmiféle egészséges dolgot, ő ezt eszi, amin jól esik, nem is olyan nagyon sokat, teljesen egészséges, fizikálisan tökéletesen jó állapotban van, erős, sportol, csinos, jó alakja van, minden. De hát annyira abszurd módon eszik, és annyi ember mondta azt, hogy de hát ez nem lehet, hát ilyen. Miközben itt szemmel láthatóan láttam, hogy ez a gyerek teljesen rendben van, elvitte az orvoshoz, és mondta, hogy hát egy ilyen abnormális étkezése van, hogy ezzel lehet-e valamit kezdeni. Az orvos nagyon rendesen és lelkiismeretesen kérdezte, hogy van-e valami problémája a gyereknek, mondta, hogy nincs a világon semmi. Azt mondta, asszonyom, akkor foglaljon helyet, és jó erősen kapaszkodjon meg az asztalba, mert én legalább 20 éve nem ettem még más, csak sült krumplit. Ez az ember egy olyan 48 év körüli, teljesen egészséges fizikai erejének teljében semmiféle hiánybetegséget nem tudta kimutatni nála, 20 éve nem eszik más, csak sült krumplit. Azt mondja, higgy el nekem, hogy a szervezetünk ezerféle dologhoz tud alkalmazkodni. Most természetesen ez nem arra akarom fölhívni önöknek a figyelmét, hogy csak és kizárólag ezzel foglalkozzanak, és csinálják ilyen teljesen abszurd dolgokat. Az a tény, az a fajta étkezési forma, amikor valaki végtelen mennyiséget zabál össze, és szabályosan tömi magába az ennivalót, pótcselekvésként működik, és nyilvánvalóan ez semmilyen formában nem fog jót tenni a szervezetének, és előbb-utóbb biztos elhízást fog okozni. Anyukám nagyon hív volt, és neki nagyon fontos volt, hogy minden nagyon sima legyen, és nehogy legyenek ráncai. Kérdeztem az pici unokámtól a 4 évestől, hogy én már nagyon öreg vagyok, azt mondja,
Nem tudom, mert látod, nem látom rajtad, hogy olyan nagyon öreg lennél. Most ezt nem tudom, hogy a ráncokat nem látja, vagy a lelkemet látja, és ezért jobban szeret engem, és ezért nem veszi észre, hogy öregettem. De az anyukám inkább azt mondta, hogy ő annyira szeretne sima lenni, hogy ő inkább túlsúlyt fog cipelni, de neki ne legyenek ráncai. És egyik alkalommal nyakig, húsleves van, újházisunk, minden van benne, zöldség és tészta és hús és rengeteg, és aztán a második fogásból ugyanennyi, és aztán még sütemény, és aztán még tejszínhabos kávé, és én kerekedett el a szemem, mert ebből az egész, az első tányér levest is én körülbelül egy heti adagom volt. Mondanak, hogy te mama, ne bolondulja már, megmondom, és akkor csodálkozol, hogy kövér vagy, aztán nem, én pontosan tudom, hogy mitől vagyok kövér, és a 85 kiló még nem olyan rettenetesen sok lenne, csak ő 155 centi magas volt. És bizony ott már elég jelentős túlsúlynak számít. A múltkor föl kellett emelnem, egy óriási nagy zsákot, és az 25 kiló volt. Hát azt hittem, hogy először is a gerincem, másodszor a térdem, harmadszor meg lihegtem, és ezt egy olyan jó fél utcán keresztül kellett cipelnem, kétszer le kellett tennem, és egy pillanat alatt bevillant az agyamba, hogy és ha ez plusz súlyként rajtam lenne, akkor az milyen borzasztó lehet annak, aki. És nem 15-20-25 kilót, hanem még sokkal többet is cipelnek emberek, mert amikor azt mondja nekem valaki, hogy képzeld, egy év alatt lefogytam 70 kilót, akkor én fönnak adnak a szemeim, mert én összesen annyi vagyok. És ezen a 70 kilóban bizony van benne minimum 10 kiló. Ha nagyon klasszikusan akarnánk nézni, akkor a 100 fölötti centimétertől 10 kilóval kevesebb a nőknek, és 5-tel kevesebb a férfiaknak a csontrendszere miatt, ez lenne az ideális. Arra találták ki a mi hordó szerkezetünket, mármint a lábunkat és minden egyebet. Úgyhogy nekem is van itt bizony 10 kiló, és most találtam rá valamire, ami nekem nagyon tetszik. Mert végre életemben először egy olyasmi módszerrel szembesültem, ami megérteti az emberek, hogy mitől kövér, és hogy az hogy lehet lerakni. Persze ezer és egy embernek millió oka lehet rá, hogy mitől lehet kövér. Ezt a könyvet úgy hívják, hogy Gabriel módszer, és ezt a John Gabrielnek hívják, ezt a kedves embert. Innen a képernyőről nem fogják nagyon látni. Itt még egy ilyen széles, ezen 220 körül lehet. Itt már kockák vannak a hasán, de még az előtte levő képen ott még nem sportolt. Még ott nincsenek kockák a hasán, de azért ott már 100 valamennyi kilóval kevesebb volt. És teljesen jól érzi magát, és egy nagyon érdekes dolgot ír le, ezt ha megengedik, felolvasom. Kutatásba kezdett, hogy milyen fizikai és lelki tényezők indíthatják be a zsírprogramot, akinek 5 kilónál nagyobb túlsúlya van, az magától nem tud lefogyni, mert a testének jó oka van arra, hogy ragaszkodjon azokhoz a kilókhoz, ám a test kövér akar maradni, és míg e helyzetet értelmetlen, míg ez a helyzet, és nem tudjuk a helyzetet megoldani, még értelmetlen küzdeni ellene. Viszont ha megértjük az üzenetét, az elme hatalmával minden diéta nélkül könnyedén elérjük az ideális testsúlyunkat. És hát ez az ember bizony azért 100 nem tudom mennyi kilót fogyott le, 120-at vagy mennyit, 130-at, valahogy így. A 65 kiló most az ember, és magas és nagyon csinos. Főleg nagyon, nagyon szép arca lett, ami eddig nem látszott a teljesen elfogyt tokákból, meg egyebekből. Én nekem nagyon-nagyon-nagyon sok éven keresztül mindenféle bajaim voltak a kövér emberekkel, mert meggyőződésem, hogy bizonyos szinten a lustaság is, hogy üldögél otthon, nagyon sokat ül, nem mozog, tehát ez részleteket mondhatnék el, de ez nem is fontos. Ebben az az érdekes, a könyvet el lehet olvasni, és ez nagyon hasznos és jó, és meg tudjuk érteni, de ebben az érdekessége az, hogy itt van egy CD. És ezt a CD-t kell hallgatni, és ez nem csak azt jelenti, hogy majd a súlyok fognak leolvadni róla, hanem átprogramozza tulajdonképpen az agyát, és nem csak a kövér embereknek, hanem mindenkinek, akinek bármi miatt valami nagy lelki problémája van, vagy valami dolgokat nem ért meg. Az egyik barátnőm az például ilyen mániákus csoki függő volt, és állandóan valami édességet muszáj volt enni, meg a kislányom is olyan, tehát itt van Magyarországon lakik, úgyhogy ezt most én azért vettem, hogy ez nekünk is legyen meg, és én is fogom hallgatni, meg ő is. És miután nem tudom, egy 3 hete hallgatta ezt a kis kazettát, vagy CD-t, a nyitott bombonos dobozból nem volt kedve enni. Azt mondja, hogy nincs rá szükségem. Semmilyen formába. Ugye, amikor édességet eszünk, akkor valamilyen lelki hiányérzetet akarunk megédesíteni az életünkben, és bizony abból akár a cukorbaj, akár a szívbaj, ez azért ilyen lelki szeretet hiányról tanúskodik, de azért ezerféle dolga van, ezerféle oka van, és ezt föl tudnám sorolni, a nőknek nagyon-nagyon sokszor működik úgy, hogy annyira becsomagolja magát, hogy a pasinak eszébe se jusson, a férjének, vagy a nem tudom, főnökének, vagy bárkinek, hogy eszébe se jusson, hogy a nőből van, és még véletlenül se akarja őt megkörnyékezni. Nagyon
nagyon sok ilyet is láttam. Annak idején emlékszem, hogy egy nagyon sötét alagúton kellett mindig átmenni, és ott nyakig becsomagolva úgy mentünk, hogy senki ne vegye észre, most ez egy fiatal vagy szép vagy nem tudom, sál, sapka, kabát. És ez pont ugyanilyen a plusz túlsó is. Tehát még egyszer mondom, John Gabrielnek hívják, így néz ki a könyv. Ide van írva, hogy testünk teljes átalakítása diéta nélkül. De zabálni, kétszer annyit enni nem lehet. Most még egy furcsaságot és érdekességet mondok. Az én drága tündéri mesterem mondta mindig azt, hogy 40 éves kor fölött, vagy 45 éves kor fölött a korábban megszokott mennyiségnek eleve a felét egyék. 50-55 éves kor fölött a negyedét, de már 65 éves kortól kezdve annyit, mint egy bölcsödés, nem egy óvodás, mint egy bölcsödés. Mert ott már nem kell fölépíteni házakat, hanem karban kell tartani, de viszont akkor ne rakjunk bele a szervezetünkbe több mázsa, teljesen fölösleges anyagot, hogy ide-oda az ízületekbe, a hájba, mindenhova el tudja pakolni, csak azért, hogy a fölösleges rakták készletet valahol tárolni tudja. És nagyon fontos, hogy ha az ember a lelkében ugye mindenféle formában rendet rak, ez akármiről beszélhetnék, mindig ugye ezzel kezdődik a dolog. Nagyon fontos lenne, hogy ne, hát én például amikor tévét nézek, vagy izgulok, valami krimit nézek, vagy akármicsodákat, akkor ugye gyorsan valamit be kellene kapkodni, és akkor rájöttem, hogy ha elkezdek bármit enni, tök mindegy, hogy micsodát, ezt teljesen fölöslegesen eszem, ezért vagy nem ebédeltem, és akkor utána ez úgy pont jó lesz, amit ott elnasolgatok, vagy nagyon pici darabokra összevágok almát, vagy héjas tök magot, mert az ugye, mire nekiállok megkucogatni, meg közben ott nézem a izgalmas helyzetet, akkor az alatt ugye valami pótcselekvést csinálok, csak az egész mennyiség nincs több, mint egy fél maréknyi. De még egy nagyon érdekes dolgot fogok mondani, ez egy kollégám mondta pont, most úgy alakult az életem, hogy ott nincs nagyon sok minden programom, ahol vagyok kint vidéken, és itt Pesten ugye 5 perc alatt el lehet menni ide-oda, vagy valamit át lehet alakítani, vagy elmenni egy színházba, vagy emberekkel társaságba, és ott meg nem tudok. Sajnos nagyon sokat néztem a tévét. És ültem a fenekemen, és néztem a képernyőt, mert akkor megcsináltam a számítógépen az összes elintézni való dolgomat, és el kellett jönnöm, hogy nem látok már megint szemüveg nélkül. Pedig itt már önöknek egyszer megemlítettem, hogy nagy meglepetésemre ugyan gyerekkorom óta szemüvegem volt, és bizonyos dolgokat megváltoztattam az életemben, és nagy meghökkenésemre nappali fénynél teljesen tökéletesen, kényelmesen jól tudtam olvasni, és ezt még ezt is föl tudtam ugye olvasni most önöknek szemüvegnék, nem is kellett hunyorognom egyáltalán, és azt a kötethez mellékelnek egy CD-t, amin a szerző vizualizációs relaxációt hallgathatjuk minden este, úgyhogy tudat alattunk folyamatosan dolgozhasson a számunkra tökéletes test kialakítása. Este végighallgatják, egyszer lefekszenek aludni, éjszaka dolga van a testnek. Visszatérve a szememre. És hát a gyerekkoromban rengeteg olyan dolog volt, amit ugye a családunk, a borzasztó helyzet, ami ott abban volt, jobb nem is emlékezni rá, de hát nem is akartam látni, tehát nem láttam a közel lévő dolgokat. Gyerekként meg nem értettem a távolabbi dolgokat, és idegen volt és ijesztő volt, ami túl távol volt tőlem, tehát én közel is, meg távoli szemüveget hordtam. Akkor megállapították, hogy asztigmiám van, tehát az egyik szememmel rettenetesen rosszul látok, és akkor ott aztán már semmit nem lehet javítani. Kiderült, hogy ez a, tudják, az a nagyon sok lyukas szemtréner szemüveggel, mindenki tud olvasni 28 dioptriáig. Mindenki tud olvasni ezzel a sok lyukas szemüveggel. Arra figyeljenek, hogy azt a fajtát vegyék meg, amit oldalt zárt, mert minden jobban elzárja itt a fényt, annál jobban tudjuk fókuszálni a szemünket. És egyszer, mikor kint voltam Angliában, akkor 3,5 hónapra nem vittem ki a szemüvegemet. Mondtam, mozgássérültek mellett mászkálni kell, sétálni kell, intézni kell, ápolnom kell, olyan nagyon sokat nem kell olvasni, amikor olvasok, nappali fénynél olvasok, és ha kell olvasni, ott lesz ez a szemüveg. Teljesen elég volt. Ráadásul meg képzeljék el, örök garancia van rá, pedig valami 6000 forintba kerül csak, és átment az egyik mozgássérült emberkém a tolókocsijával az elektromos székkel, amitől persze 3 darabba tört a kerete, és akkor fölhívtam őket telefonon, hogy bocsánat, ez történt, most itt mit tudnak nekem segíteni, mire nagyon édesen azt mondták, hogy írjam meg a pontos címet egy e-mailbe, és hogy elküldték nekem Angliába ingyen és bérmentve, mert örök garancia van rá, ennek nem szabad eltörni. Hát nem akartam megmondani, hogy azt még én is meg tudnám érteni, hogy egy tolószék átmegy rajta, akkor azért csak tönkre megy, szóval nem, azt hát elvileg erre rá lehet ülni, semmi baja nem kell, hogy legyen. Viszont ettől az internetezéstől, meg ettől a több órás tévénézéstől
Megint elromlott, pedig a szemünk, az a nagyon tündéri kis szerkezet, ami 24 óra alatt regenerálni képes saját magát, és ezt én most ebben a könyvnek a felolvásánál jöttem rá, hogy tegnap este nem tudtam olvasni, és most megint tudok. És az jutott eszembe, hogy az étkezéssel ugye mindenféleket el tudunk rongálni. Meg tudjuk csinálni azt, hogy valamivel megtámogatjuk a szervezetünket, és ugye most már ilyen ősz vége van, most már viszonylag kevés természetes körülmények között termett zöldség akad a kezünkbe, még mindig van, és a Viktória Butenko könyv, Viktória Butenko, a Nyers étel csodája című könyvet mindenféle műsorban többször is említettem, itt is, tessék szívesen beszerezni, ha egy mód van rá. És azért nagyon érdekes, hogy a könyvet beszerzik, mert nem a recepteket akarják megtanulni belőle, hanem a dolgok az alapvető összefüggéseit, vagy a működését kell alapvetően megérteni. És Viktória, hála Istennek, vette a fáradtságot, hogy egész tudományos szinten járjon utána, fölkért kísérletre embereket, kutatókat, tudósokat, hogy nézze meg, hogy ebben mi van, nézze meg, hogy abban mi van, nézze meg, hogy ennek egymásra milyen hatása van, stb. És 2-3 olyan dologra jött rá, hogy az emberi szervezetnek, hát először is semmilyen körülmények között igazából nincsen szüksége főtt ételre, és addig, amíg főtt ételt eszünk, addig mindig függők leszünk tőle, mert azokat az ízeket, vagy azt a megváltoztatott helyzetet újra és újra és újra elő akarja állítani. De még így is lehet egészségesnek lenni, mint ahogy mondtam az elején. És Viktoriáiknak, az egész családjuknak volt egy csomó olyan súlyos baja, ami miatt ez a drasztikus, teljesen átértek a nyers ételre, de ők minden áldott nap ilyen 1,5-2 liter zöld lét bevitt mindenki a munkahelyére, vagy a gyerekek az iskolába, és azok az emberek, akik ott rendszeresen normális főtételt ettek, normális, hát mit tartunk normálisnak, igazából az lenne a normális, ha nyers ételeket ennénk, de hogy az a kollégája vagy ismerőse, aki egyébként főtételt evett napközben, és az ő nyers zöld léből megívott 1-2 decit minden nap, azoknak is elmúlt allergiája, azoknak is megváltott az emésztés, azoknak egy csomó minden megjavult, korrigálódott a szervezetébe, és igenis nagyon fontos volt, hogy ez a kis 1,5-2 deci zöld lé is ennyit számított, de zöld színű lé. Mert ezt én sokszor elmondom, és még fogom emlegetni nagyon sokszor, hogy képzeljék el, a zöldség, az nem a paprika, meg a paradicsom, meg a karfiol, meg a nem tudom micsoda, a sájga hüvelyes akármi, vagy a zöld paprika, hanem a zöld szín. Én azt szoktam tanácsolni egy nagyon jó teljesítményi turmixgépbe, én jól megmosom, és ha valakinek problémája van például a szemével, mint ahogy én is csináltam, egy nagyon ilyen futós penót volt ott a barátomnak a kertjébe, és akkora bokrok lettek belőle, ez nem igaz, és ott hagyták, lefagyoltam, mennyi volt maga, amit ott kiszortak, tavasszal kinőtt, és megint kezdte előre, de ekkora bokrok voltak, mint ez az asztal, ilyen magas. És képzeljék el, hogy abból egy olyan jó 2-3, hogy egy ekkora kupacot úgy leszettem, az bele a turmixba, én szoktam beletenni körömvirágot, csalánt, pittypanglevelet, szárát is néha, teszek bele majdnem mindig, hogyha van parlagfüvet, mert nagyon fontos, de tyúkhúrt, csalánt, tehát attól függ, hogy mi, nem kell mindent egyszerre, 1-2-3 féle dolgot bele szoktam dobálni, hozzáteszek egy fél vagy egy egész banánt is, attól függ, ki mennyire szereti és krémesen, vagy pedig egy fél banánt és még egy egész almát is hozzáteszek, pici mézet, és összeturmixoljuk, de teljesen nagyon kicsi folyadékkal, nagyon kicsi vízzel, teljesen pépesre összeturmixeljük, utána fölengedik vízzel, és egy körülbelül ekkora maréknyi zöldhez, hogyha hozzáöntenek egy litert, vagy valahogy még 1,5 litert is, az szépen el lehet iszogatni napközben. Ez annyira normálisan és jól működik, és nagyon finom a frissen összeturmixolva. Másnap már úgy lehet érezni a karakteres, mint a karalábi levelet, retek levelet, sárgarépa zöldet, ilyeneket, mindegyiket beleteszem. Azt nem mindenkinek ízik, de frissen megcsinálva mindenki ilyen kis óvatosan, udvariasan, a jó megkóstoljuk. Hú, ez nagyon finom. Emlékszem, hogy egy kártyaiskolába ott letettem a tanítványaimnak egy ilyen nagy kancsóval, és mire kimentem, hogy még másik porrakat is hozzak be, már nem volt a pohárba semmi, mert egy pillanat alatt megitták, és a 4 éves unokám is fél deciket bizony megiszik minden alkalommal. És képzeljék el, hogy elkezdtem simán látni tőle. De most egy olyan úgy alakult, hogy egy hónapon keresztül nem tudtam ebből a zöldből inni,
Hát lehet, hogy tudtam volna, csak egy kicsit lusta voltam, mert nagyon sok minden plusz dolgom volt. És bizony egy perc alatt észrevettem a szememen, hogy megint föl kellett tennem a szemüveget. Este különösen, napközben kevésbé, de este igen, és korábban pedig este se. És még egy apróságot erre a visszatérve, erre a nagyon érdekes parlagfűre, hogy olyan allergiás ember, akinek orra, szája minden egybe folyt és fuldoklott, és egyfolytában kellett fújni, és van igazán látványosan allergiás a parlagfűre, azzal a ilyen alternatív módon is gondolkodó, de rendes, normális orvos, doktorátussal, allergia kezeléssel megitatott egy nagy pohár, csak parlagfűvől készített zöldlét azzal a valakivel, aki teljesen tönkre volt mentve a parlagfűtől. Nem tudta, hogy azt issza, mert a tudatában annyira benne van az, hogy már tavasszal az orvostársadalom, a gyógyszervilág, a televíziók, ugye, mit tudom én, nem tudjuk mivel kitölteni a műsoridőt valahol, akkor elkezdenek írni a parlagfűről, megint tavasz van, és majd megint nyáron lesz a parlagfű, és ha bármire azt fogjuk mondani, hogy kezdődik az allergia szezon, akkor az összes olyan ember, aki szeretné, hogy foglalkozzanak vele, hogy valami történjen az életébe, az egyik pillanat alatt allergiás lesz. Megnyomják a gombot, és ő elkezdi az összes tünetet bekapcsolni saját magának. És abban a másodpercben, hogyha ezt kihagyjuk belőle, és ezt visszatérve erre nagyon allergiás, szegény, szörnyű beteg valakire, úgy kísérték, mert annyira ömlött a szemébe a könyv, hogy alig tudott menni, meg tájékozódni, és a legnagyobb meghökkenésére ezt a nagy pohár parlagfűből készített zöld lét megitta, és így kitisztult a szeme, és először volt az, hogy kapott levegőt, és levegőt vett is a tüdejét, és teljesen jól érezte magát, és ezt utána még csinálták, de ő neki a hite rendszerében, hogy neki az orvos elmulasztotta. Pedig egy teljesen szabályos turmixban elkészített parlagfűvet ivott meg. És aztán utána tudatosították vele, hogy jól érzi magát, és sokkal jobban, hogy doktor úr, annyira hálás vagyok, biztos, hogy ez így, mert hogy egyébként ezt itta meg, azt mondja, tényleg, először ugye jön a rémület, hogy ennek később lesz hatása, azt mondja, nem, mert itt ül két órája, és egyre jobb, és egyre jobb, és egyre jobb lesz. És azért lett, mert ez a parlagfű ott üti föl a fejét, ahol szükség van rá. Ambróziának hívják az Istenek eledelének. Ez azért történik, és azért lesz ekkora tömegben, azért terjedt el Magyarországon is, meg a világban is, mert az embereknek érzelmileg és mindenféle egyéb szempontból akkora nagy segítségre van szükségük, hogy igen, ez fontos lenne, hogy ezt támogassuk meg, és az az anyag megjelenik a természetben, amire a szervezetünknek szüksége van. Úgyhogy óvatosan azzal, hogy mindent kiírtunk belőle, többek között az indiánok nagyon jól használták mindenféle gyógyító anyagra, és Debrecenben, a Debreceni Egyetemnek egy kutató laboratóriumban foglalkozik azzal, hogy óriási nagy üzlet lenne belőle, hogy ebből a parlagfűből készített szappan, mit tudom én, sampon, testápoló, tehát egy csomó minden olyan dolgot, azon kívül, hogy még megiható ital koncentrátumot is tudnának előállítani belőle, hogy gyártásszerűen megvannak az ellenérdekek, és ezért ezt nagyon nehéz keresztül vinni, de magyar kutató doktornő nyilatkozott erről, az interneten meg lehetett találni. Visszatérve az ilyen-olyan valamilyen egészséges táplálkozásra, én például hihetetlenül szeretem a sorbent Norbiékat, Norbit különösen, Rékában sincsen semmi, csak nem járok oda hozzá tornázni, úgyhogy személyesen nem ismerem őt annyira. Egy ember, aki a saját maga tapasztalatán keresztül egy, megtette saját magának, kettő, változtatott azon, hogy másoknak is, ezreknek tudott segíteni ezzel a típusú mozgás, ami nem olyan nagy ördögőség. És azon kívül egy olyan egész kutatási eredményként egy olyasmi dologot adott, vagy dolgot adott az embereknek a kezébe, amivel ez az update-es étkezéssel meg lehet érteni, hogy délután három után ne kezdünk el töltött káposztát és cupákokat eszegetni, mert nem lesz időnk a lefekvésig, hogy teljesen föl tudják ezt dolgozni, de ő például szinte semmitől nem tiltja el az embereket, csak délelőtt egye 12-ig, vagy maximum délután három, és utána meg már semmit. Tehát van egy ember, aki tud segíteni, aki a saját szempontja, a saját hitrendszere segített. Itt van ez a Gábriel, aki viszont ezzel a CD-vel fog segíteni, azzal, aki megveszi, és nincsen benne semmi üzlet, ezt hozzá kell tegyem, mert én csak megkértem a főnökömet, hogy hagyj beszélesek róla. És mindenki használja azt, amit.
de ne csomagolja be magát feleslegesen olyan hájakkal, amit szegény kis lába majd, tehát annyival rövidebb ideig kell az életünknek a határából lejjebb kell venni, mert mindenki, aki éli az életét, az egy bizonyos energiaegységet kap, és a kábítószerrel, a cigivel, az alkohollal, a fölösleges zabálással, a mérgesítem magamat. Tehát előállítunk egy csomó olyan dolgot, amitől nem lesz egyszerűen az életünk sikeresebb vagy jobb. Tessék szívesen ezt tudomásul venni, és fölöslegesen meg ne cipeltessenek a lábokon semmiféle olyasmi dolgot. Tehát amikor megszerezte azt a súlyt, amit ideálisnak tart, vagy jól érzi magát benne, nem lehet mindenki sovány, Isten őriz, ne is jusson eszébe, hogy mindenki. Van, aki ilyen mackó típus, van, aki ilyen töltött galamb típus, meg se fordul a fejébe, hogy cinege akarja lenni, mert csak szenvedni fog, és ne akarja annak semmiféle trendnek megfelelni. De fölöslegesen ne egyenek többet, mint amit kellene. Ha a zöldét bárki bármilyen formában be akarja rakni az életébe, többet ér vele, mint hogyha bármilyen, egyébként én azt szoktam csinálni egy nagy mennyiséget, mikor egyszerre összekoszolom a konyhát, egy nagy mennyiséget jól leturmixolok, és akkor belerakom ilyen jégkocka tartókba, amikor az lefagyott, akkor bele egy nagy zacskóba, és akkor 2-3 darabot beledobok csak a turmixébe, azzal összerakom a banánnal, és már is frissen tudom inni, mert a gyönyörű zöld levét még akkor is megtartja legalább egy olyan 50-70%-ban, miközben, hogyha bármi más megszárítom egyebekbe, azért az nem pont annyira gusztusos, vagy nem annyira kellendő, vagy szívesen fogyasztanánk. És én ezzel a dologgal kapcsolatban mindent elmondtam, tessék szívesen kiválogatni, ami önöknek a lehető legjobb, de pótcselekvésként és vigasztalásként ne eszegessenek folyamatosan. Thank you.